A magyar válogatott Nemzetek Ligája meccsei miatt két hetes szünet volt az élvonalban. Az MTK ellen szezonbeli első győzelmét megszerző Kisvárda edzője, Dajka László, így először dolgozhatott hosszabb időt a csapattal. A szakember elmondása szerint igyekezett azonos szintre hozni a nyáron különböző erőállapotban és formában érkező futballistákat, és persze a taktikai elemek súlykolása sem maradt ki az edzések programjából. Az első héten döntő százalékban a fizikális egyszintrehozás zajlott. A második héten aztán próbáltunk visszazökkenni a bajnoki ritmusba, úgyhogy voltak kisebb megfázások, ez az egy-két apró probléma, de úgy gondolom, hogy azért megcsináltuk azt a munkát, amit szerettünk volna. Aztán ez a választ ad a szombati mérkőzés. A Kisvárda jelenleg 5 ponttal a 11. a tabellán. A szombati ellenfél Szombathely szintén 5 pontot gyűjtött eddig, így egy hazai siker esetén a Várda már is elkerülne a kieső helyről. Az ellenfelünk is elég hektikus teljesítményt nyújt, de mondhatnám én most azt, hogy nekünk nagyon kell a pont, és nekiesünk a haladásnak, és mindenféleképpen próbáljuk legyőrni. Megmondhatnám azt is, óvatosak leszünk, mert nekünk a lehető legfontosabb az, hogy egy góllal többetünk, tehát megnyerjük a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy mindkét csapat fölkészül egymásból, és én nagyon remélem, és ez lenne a lényeg, hogy rá tudjuk erőltetni az akaratunkat a vendégekre, és az összecsapásból mi jövünk ki győztesen. A Kisvárda szombathelyi mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 8. forduló további párosítása a következő: Újpest-Debrecen, Puskás Akadémia Molvidi FC, Mezőkövesd-Diósgyőr, Paks MTK Budapest és Budapest-Honvéd-Ferencváros.